Színpompás ágyások Nyíregyháza belvárosában. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Május végén kezdte az egynyáriak telepítését. A növények kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az időjárás viszontagságainak ellenálló palántákat ültessenek. Emellett a változatos formák, színek is jellemzőek. Különböző az időjárási változásokat is jobban tűrő növények is elültetésre kerülnek, ilyen például a rézvirág, a képvirág, a kakastaré, amik újdonságot jelentenek, de nyilván találkozhatnak majd a városlakók a villanyoszlopokon lévő kaspukkal, amiben muskátli, piros és fehér színű található, illetve a virágpiramisokkal és virágtornyokkal is. Hagyomány, hogy minden évben különleges ágyáskompozíciók készülnek a vármegyeszékhely forgalmas pontjain. Ez idén sem lesz másként. Mint minden évben, az idei évben is újdonságokkal is találkozhatnak majd a városlakók a parkokban. Ilyen lesz például a Józsavárosban egy rózsaszínű bálnát formázó virágágyás, vagy a posta előtt a Betlen Gábor utcán a bélyeg alakzat, illetve szintén újdonság a megyei könyvtár előtt a Szabadság téren, ahol egy virág alakzatot formáló ágyást is megcsodálhatnak majd a városlakók. Terveink szerint június közepére végzünk az ültetéssel. A Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi önkormányzat tulajdonában lévő közel 4 millió négyzetméternyi kül- és belterületi zöld felületet kezel. Az idei szezonban május végétől június közepéig több mint 41.500 egynyári növényt telepítenek majd.